köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban az elmúlt időszak rendőrségi eredményeiről, honvédelmi táborokról, tűzoltó tennivalókról is hallhatnak. Tartsanak velünk! Pincefeltörések, kábítószerkereskedő, ittas vezetők. Eredmények, tapasztalatok és tanácsok dr. Molnár József rendőrkapitánytól. Hát dolgunk az van, de most Isten igazából azzal szeretnék kezdeni, ami egy tapasztalat. Befejeztünk két jelentős ügyben a nyomozást, két pincefeltörés sorozatban. Az egyik a Beleznai hegyet érintette, a másik pedig a Magyar-Szerdő hegyet érintette. Ami tapasztalat ebből a két ügyből, és ezt szeretném megosztani a tévénézőkkel, illetve a lakossággal, hogy az elkövetők tulajdonképpen azért támadták az ingatlanokat, mert azt látták, hogy oda könnyen be lehet jutni. Tehát nem volt céljuk, nem akartak valamit, hanem csak bementek körülnézni. És van a másik tapasztalat, mind a két esetben helyi elkövetőkről volt szó, és ugye ebből azt a tanulságot vonhatjuk le, és ugye amit mindig is elmondtunk, hogy azért az ingatlanjainkat megfelelő mértékben kell védeni. Olyan ajtóval, olyan ablakkal kell ellátni, amely azt mutatja, hogy valamilyen szintű ellenállás leküzdésére alkalmas, mert amennyiben olyan a nyilászáró, ami azt mutatja, hogy akár egy gyenge szélfúvallattal is be lehet lökni, akkor biztos, hogy be fog menni az elkövető, hogyha ő arra jár. Sajnos most már egyre többször tapasztaljuk azt, hogy hegyi pincékhez, hegyi területekre feltalálnak, felmennek olyan emberek, akik vagy a környéken laknak, vagy pedig nem a környéken, de arra járnak, és bizony-bizony bepróbálkoznak. És sajnos nem egy esetben jelentős értékeket tartunk mindenféle védelem nélkül, tehát én erre felhívnám a figyelmet, hiszen most nagyon sokan dolgoznak, kint vannak permetezőgép, kapálógép, mindenféle eszköz. Én nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy figyeljünk arra, hogy az értékeinket óvjuk meg. Utólagosan nagyon nehéz megtalálni, és ismételten szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy célszerű az értékeinkről, mai világban nem is olyan bonyolult dolog, fényképfelvételt készíteni, amennyiben van száma, a számát felírni, illetve megfelelő helyre, nagyon okos dolgokat tudnak kitalálni az emberek egyébként, megfelelő helyre valamilyen egyedi jelet karcolni, belevésni, egyebek, és ugye ezt majd adott esetben fényképpel rögzíteni, mert utána, ha a számot leiszedik, mert legtöbbször ezeken a gépeken egy matricaszerű szám van, ha a számot leiszedik, utána ezekből a jelekből nagyon jól tudjuk azonosítani, és több sikeres azonosításunk is volt. Ugye az értékeink, gyermekeink is nyár évén talán egy kicsit több veszély leselkedik rájuk, ezzel kapcsolatban is eredményről lehet beszámolni. Igen, eredményről. Hát sikerült Nagykanizsán egy kábítószer dílert őrizetbe venni, és a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, és azért óriási tanulságai vannak ennek az ügynek is, hiszen az elfogáskor, a házkutatáskor több mint 100 g jelentős tisztaságú kábítószert, amfetamin találtunk az elkövetőnél. Emellett közel 100 darab tablettát, és jelentős mennyiségben már kicsomagolt, de hatóanyag tartalmát tekintve jóval kisebb hatóanyag fogyasztásra alkalmas kábítószert találtunk ennél az elkövetőnél, és emellett jelentős milliós nagyságrendű készpénzt. Ugye ez azt mutatja, hogy hát hiába vagyunk egy kisváros, azért a kábítószer itt is jelen van, mint mindenhol az országban, és ez ellen csak úgy tudunk tenni, hogyha vigyázunk a gyermekeinkre. A Balaton, a nyár, a Kanizsa környékén is vannak szórakozó helyek, bizony-bizony felveti annak lehetőségét, hogy ott a gyermekünk kábítószerrel találkozik. Mit tudunk tenni? Először is nyíltan őszintén kell beszélni a gyerekkel ezekről a veszélyekről, és el kell neki mondani, amennyiben nem találkozott még felvilágosító előadással, hogy minek mi a hatása, minek mi a következménye. Másodszor pedig nem szabad számolatlanul zseppénzt biztosítani a gyermeknek, illetve el kell mindig számoltatni a költéséről.
Harmadszor pedig mindig kísérjük figyelemmel a gyermekünk sorsát. Hogyha hazaér és furcsán viselkedik, pörög, vagy pontosan ellentétesen mély letargiában van, nehezen kimozdítható, nehezen felkelthető a figyelme, akkor mindig éljünk a gyanúperrel, hogy valamilyen olyan szert fogyasztott, ami az ő szervezetének az egyensúlyát jelentősen megbontotta, és mindig éljünk azzal, hogy beszélni kell a gyermekkel, hogy mi történt vele. Figyelni kell arra is természetesen, hogy amit nagyon sokszor elmondunk, különösen balatonparti szórakozó helyeken. Tehát bontott italba nem iszunk bele, csak bontatlan italt fogyasztunk. Amennyiben megkaptuk az italunkat, akkor megisszuk, nem hagyjuk figyelmen kívül. Tehát ezekre mindenképpen oda kell figyelni, mert sajnos rengeteg ilyen veszély leselkedik a gyermekeinkre, és hát itt van közvetlen mellettünk, és ami az érdekes ebben az ügyben, hogy hát lényegében egy meglehetősen sűrűn lakott lakóközösségben, tulajdonképpen, ha most el lehet mondani, egy társasházban folyt úgy a kábítószer árusítása, hogy a társasház összes lakója szeme láttára folyt. Isten igazából ennek is azért megvannak a tanulságai, hogy nem nagyon figyelünk arra, hogy mit csinál a szomszédunk, és nem nagyon figyelünk arra, hogy mi zajlik a lakókörnyezetünkben. Ez még nem is lenne olyan baj, csak sajnos a fogyasztói réteget nézve néha arra sem figyelünk, hogy a gyermekünk mit csinál. Isten igazából ennél az elkövetőnél hát meglehetősen széles a paletta, hogy kiknek károsított, de hát főleg a fiatal felnőttől, tehát ez a 17-18 éves korosztálytól felfele volt a vásárlói réteg. Azt is lehet mondani egyébként így a tapasztalatok szerint, hogy a diákok főleg elfordultak az interneten is könnyen beszerezhető, illetve házilag is előállítható herbál, potpourri és egyéb ilyen termékek felé, amelynek, ugye, mint már korábban egyszer beszéltem róla, egy a problémája, hogy a hatása, a szervezet gyakorlatása teljesen kiszámíthatatlan, és ugye adott esetben életveszélyes eseteket is okozhat. De ez nem jelenti azt, hogy ugye akinek ő eladott, az utána nem értékesített tovább. Tehát ugye azért ez egy érdekes folyamat. És hát ugye azt is tudomásul kell venni, hogy hiába veszünk ki a körből valakit, tehát hiába veszünk ki és tartóztatunk le egy viszonylag jelentős dílert. Sajnos az élet olyan, hogy a kereslet-kínálati oldalon, ugye ha a kereslet megvan, akkor a kínálat is újra meg fog jelenni, valaki majd meg fogja csinálni újra. Mi meg természetesen azon küzdünk, hogy ha valaki ezt elkezd, akkor újra őt is adott esetben büntető eljárás alá vonjuk. A kábítószer mellett az alkohol is nagy probléma ilyenkor, az ittas vezetőkkel. Hát a tapasztalataink azt mutatják, hogy a hőség ellen sajnos sokan nem az ásványvízzel, hanem más folyadékkal küzdenek, és ennek ugye megvan a következménye. Én döbbenten tapasztaltam, volt olyan nap, amikor 6 ittas vezetőt állítottak elő a kollégáink, hát a közlekedési vizsgálók legnagyobb szomorúsága része, rengeteg munka van egy ilyen ügy feldolgozásával, és azért jelentős tapasztalat van benne. Az egyik, az alap dolog, hogy vezetés alatt ne fogyasszunk alkoholt, mert ilyen is volt, aki bevett 2 sört, aztán úgy haladt az autóval, azt természetesen meg fog bukni, ha megállítjuk, meg fog bukni, és azt tudni kell, hogy rendszeresen kint vagyunk a főbb közlekedési útvonalakon a városban, és rendszeresen ellenőrzünk. Sajnos vagyunk annyira aljasak, hogy a péntek-szombati időszakban, főleg abban az időszakban ellenőrzünk, és ott, ahol a szórakozó helyekről való távozás esetlegesen felmerülhet, de ezért nem kell ránk haragudni, mi a társadalom és az adott közlekedők érdekébe tesszük. Amit viszont mindenképpen tudomásul kell venni, ha egy átbulizott éjszaka után én reggel beülök az autóba, az attól, hogy én aludtam, az nem jelenti azt, hogy az én véremből az alkohol kifogyott, tehát már nincs a véremben alkohol, mert a kitisztulás, a kiürülés az jóval lassabb folyamat, mint az alkoholnak a felszívódása. És bizony-bizony a posztos alkoholos állapot is ugyanúgy bűncselekménynek számít, még hogyha mi azt is hiszük, hogy ugyan már hiszen este 11 órakor ittam, reggel 7 órakor most miért zaklatnak engem azzal, hogy van bennem alkohol, nem is lehet, hiszen aludtam. Hát már pedig lehet is ugyanúgy büntetendő, és azért azt tudni kell, hogy elég komoly büntetés. Tehát 1-2 sört meginni azért, hogy utána 120-150 ezer forint pénzbüntetést a bíróság kimérjen, és akár 1 évre elvegye a jogosítványunkat, amit szintén utána több 10 000 forint
forintos utánképzés és egyéb költséggel lehet visszerezni. Én azt gondolom, hogy ez a két sör vagy az a reggel azonnali autóbeülés nem éri meg. Nem beszélve arról, hogy ebben a hőségben az alkoholfogyasztás úgy önmagában is egy jelentős kockázattényező, még autóvezetés nélkül is. És hogy térjünk rá itt a hőség, hiszen egy hőhullám után vagyunk, ha mondhatjuk. És hát ebben nagyon sok tapasztalat van, főleg ugye a határátkelő hely környékén, de egyébként is. Sajnos az emberek nem figyelnek arra a felhívásra, amit ugye a katasztrófavédelmi szerv, a minisztérium és ugye az média próbál ugye mindenkihez eljutatni, hogy ebben a hőségben oda kell figyelni a folyadékbevitelre, és különösen akkor, hogyha autót vezetünk, mert ugye akkor, hogyha valaki jártában, keltében megszédül, az egy dolog, de ha mondjuk mindezt egy 130-140 km-es sebességgel szágoldó autóban teszi a dehidratáltság miatt, akkor annak már nagyon-nagyon komoly következményei vannak. Egyébként a dehidratáltság ugye az nagyon komoly fizikai tünet okoz, és bizony életveszélyes állapottá is válhat, de hát nagyon oda kell figyelni. Figyelni kell, ugye kikre kell figyelni, akik ugye már nem annyira ösztönszerűen tartanak be bizonyos szabályokat. A még és a már. Ugye még a gyermekek, ugye azok hajlamosak a gyermekek egész nap, tehát akkor isznak, hogyha rájuk szólunk, mert Isten igazából el vannak foglalva a játéka. A másik a már időszak, amikor ők meg már nem isznak, mert ugye elfelejtik, hogy ittak vagy nem ittak, vagy Isten igazából nem is nagyon fizikális szükségletük, tehát a gyermekek és idősekre különösen figyelni kell, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot vigyenek be ilyenkor. Mindenképpen azt tanácsolom, hogyha hosszú útra indul a család, akkor minimum egy hűtőtáskát tegyünk be az autóba, és a hűtőtáskával mindenképpen legyen nem alkoholtartalmú, nem cukros, és lehetőleg ásványvíz. Nem feltétlenül kell szénsavasnak lennie, mert ugye annak a felbontása is egy bizonyos időt igénybe vesz és terhelje a szervezetet, de még ha csak az van, az is jó. Egy a lényeg, legyen az autóban, hiszen nem tudhatjuk azt, hogy az autóval mikor fogunk adott esetben lerobbanni, mikor kell jelentősebb várakozásra belemenni. Itt ugye most az elmúlt időszakban volt néhány baleset, ahol ugye le kellett zárni az autópályát, emiatt terelésre volt szükség. A terelés kapcsán ugye megnövekedett a főúton a forgalom, keresztelésekben jelentős torlódás alakult ki, abból koccanás lett, abból megint torlódás lett, tehát jelentős várakozásra is fel kell készülni a nyári időszakban, és hát bizony a sorban már nagyon nehéz segíteni rajta. Nagyon nehéz onnan megtalálni, nagyon nehéz kivenni. Hál' Istennek most idén nem volt ilyen riasztásunk még, de tavaly találkoztunk ilyen riasztással, és különösen, hogyha a határa mennek az utasok, én nagyon szépen kérek mindenkit, hogy erre készüljenek fel, mert különösen most, tehát most nem árulok el titkot, a felvételünk ugye olyan július 14-én történik. A ma estétől, illetve holnapi naptól minden hétvégén lehet arra számítani, hogy 100 000 utas fölé fog menni a hétvégi forgalmunk, ezáltal hát bizony egy órás várakozásra minimum készülni kell, és azért azt a tűzönapon végállni egy autóban nem egyszerű. És arra kérek mindenkit, hogyha bajban van, tehát mégsem vitt magával a folyadékot, vagy valami baj van, akkor hívják a 112-t, és mi akár a sorban is megpróbálunk a korlátozott lehetőségünkhez képest segíteni. Közel egy hete viharos széllel csapott le a vihar Nagykanizsára, jelentős mennyiségű tűzoltói beavatkozást generálva. Este 8 óráig 50 bejelentés érkezett a megyei művelet irányításhoz, melyek mindegyikénél a tűzoltók segítségét kérték. A műszaki mentések mindegyikénél utakra, járdákra, háztetőkre és villanyvezetékekre szakadtak le faágak vagy nagyobb méretű fákat törött ketté a viharos szél. Az összes nagykanizsai hivatásos tűzoltó a káreseményeknél dolgozott. Segítségükre érkeztek Zalaegerszegről, Zalakarosról és Keszthelyről hivatásos, valamint Mihádról, Gelséről, Murakeresztúrról és Letenyéről önkéntes tűzoltók is. A beavatkozó tűzoltórajok az esetek nagy részében benzinmotoros láncfűrészekkel feldarabolták, majd eltávolították a forgalmi akadályokat, valamint a veszélyt jelentő növényeket. A vihar okozta anyagi károk felmérése még folyamatban van. Ha nem vihar, akkor szárazság. A Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltóinak számos helyre kellett szabad téri tűzhöz vonulniuk nemrégiben. Jelenleg is tűzgyújtási tilalomban érvényben országszerte. Megújult a vész.
A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság július 10-én elindította a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás minden részletében újra gondolt és még színesebb változatát. Az elmúlt hónapok munkájának köszönhetően a katasztrófavédelem vész-okos alkalmazása megújult külsővel és még több lehetőséggel áll régi és az új felhasználók rendelkezésére, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Ez azt jelenti, hogy a korábbi verzióra már nem érkeznek új hírek, azokon a készülékeken, amelyeken már fut a vész korábbi változata, frissítés szükséges. A halálútként is emlegetett M70-es autóúton is gyakorlatoztak nemrég a katasztrófavédők. Az eset szerint egy veszélyes anyagot szállító kamion, autóbusz és személyautó ütközött. Az összehangolt mentési munkában mintegy 50 fő dolgozott. Az M70-es Letenye és Tornyi-Szent Miklós közötti 18 kilométeres, kétszer egysávos szakaszán már számtalan súlyos baleset történt. A legtöbb szerencsétlenség amiatt adódik, hogy áttérnek a szembejövő sávba a járművek. A katasztrófavédelmi szakemberek próbálnak felkészülni a lehető legrosszabb szituációkra is. Sajnos nap mint nap baleseteket láthatunk a híradásokban. Zala megye ebből a szempontból egy szerencsésebb megyének titulálhatjuk, ugyanis itt kevesebb közlekedési baleset van, ahol a tűzoltóknak is komolyan be kell avatkoznia. Azonban mi nap mint nap szolgálatunk során arra készülünk, hogy teljes erőnkkel az embereknek segítsünk. A gyakorlatok azok nagyon gyakoriak, tehát nyilván ahhoz, hogy a tűzoltó kollégáink a különböző káreseményekre föl tudjanak készülni, és hatékonyan tudjanak beavatkozni, ahhoz sok gyakorlatot kell tartanunk különböző területeken. A jelenlegi gyakorlat, ugye, hogy egy gyorsforgalmi úton szimuláltunk egy balesetet, ez azért kevesebb lehetőségünk van rá, de gondolva arra, hogy jön a nyári időszak és az üdülési szezon, ez az útirány, ahol most vagyunk, ez ugye a tenger felé vezet, innentől kezdve várható, hogy itt jelentős forgalom növekedés lesz az elkövetkezendő időszakban. Ebből kifolyólag a balesetek száma is vélhetően meg fog növekedni, tehát mindenképpen szükségesnek tartottuk azt, hogy ilyen módon az itt szolgálatot teljesítő kollégák felkészüljenek az ilyen eseményeknek a kezelésére. És ugye ez az eseménykezelés nem csak a tűzoltók szempontjából volt egy fontos gyakorlat, hanem a társszerveknek a bevonásával, az együttműködésnek a gyakorlását is szolgálta ez a mai program, hiszen ugye itt nem csak a tűzoltói beavatkozásról volt, szóval itt komoly feladatai voltak a mentőszolgálatnak, természetesen a rendőrségnek, a közútkezelőnek, és hát még ebbe a gyakorlatba bevontunk olyan speciális egységeket is, akik hatékonyabbá tudják tenni a mi beavatkozásainkat. Zala megye több hivatásos tűzoltóságáról is érkeztek szakemberek. Az mellett, hogy beavatkozó tűzoltók érkeztek, mellette az ő munkájukat irányította a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, amelyben nagyon idős és tapasztalt rutinos tűzoltó kollégák vesznek részt, ők irányították éppen ezért ezt az egész mentési munkálatokat. És mellette, mivel hogy egy veszélyes anyag jelenlétéről beszélhetünk itt a helyszínen, ezért a katasztrófavédelmi mobil labor szakemberei is megjelentek, akik a veszélyes anyag koncentrációját mérték folyamatosan a levegőbe, hasonlóan történne ez egy valós szituációban is. Az első lépés a veszélyes anyag azonosítása volt, majd a speciális egységek megkezdték a sérültek kiszabadítását, akiket a mentők láttak el. Ezután kezdődhetett meg a műszaki mentés. A tűzoltóknak az éves képzési tervüknek megfelelően folyamatos képzésekben vesznek részt. Roncsvágási, mentési gyakorlatokat az év minden hónapjában szerveznek parancsnokaik. Azonban egy ilyen összetett, egy nagyobb balesetre természetesen nem lehet felkészülni, azonban itt is a rutin, a több éves szolgálati múlt mellettük dolgozik, és azért dolgozunk nap mint nap, és azért vannak az Zala megyében is hivatástudattal a tűzoltók, hogy az ilyen jellegű káreseteket még szakszerűbben tudják felszámolni. Gondolom, hogy a kollégáink minden eseményre fölkészülnek. Természetesen ezek az események mindig hozhatnak olyan új szituációkat, amivel korábban még nem találkoztak a kollégák, de ezek a gyakorlatok is ezt a célt szolgálják, hogy tudjunk reagálni. Mindenképpen ezeket a újonnan megjelenő kihívásokat is meg tudjuk oldani. Én úgy gondolom, hogy az úton lévők nyugodtak lehetnek afelől, hogyha szükségük van, megkapják a megfelelő segítséget.
Természetesen a kollégáim biztos, hogy meg fogják beszélni ezt a gyakorlatot, hiszen minden egyes káreset után is folyamatosan megbeszélik, akár ez legyen egy tűzeset vagy műszaki mentés, ugyanis ezekből a tapasztalatokból tanulnak. És biztos vagyok benne, hogy a jövőben az itt megszerzett tapasztalatokat hasznosítani fogják mind a parancsnokaik, mind a beavatkozó állomány, és még képzettebben, még szakszerűbben fognak tudni beavatkozni egy ilyen műszaki mentéseknél. Ez a gyakorlat elérte a célját, tehát a meghatározott feladatokat a kollégák hatékonyan hajtották végre, a szabályozóknak megfelelően és szem előtt tartva természetesen a személyek biztonságát, a mentendő személyek biztonságát, illetve a további kárnövekedésnek a megelőzését. Úgy gondolom, hogy a kollégák tevékenysége az megfelelő volt, mindenképpen megfeleltre tudom értékelni ezt a gyakorlatot. Nyári táborok a kis honvédőknek. Harcos, valamint környezetvédelmi tábor is várta a gyermekeket a honvédelmi szervezetek szervezésében különböző helyszíneken. Ezekről a Zrínyi Katonai Filmstúdió összeállítását látják. A katonák mindennapjai mellett a harcművészetekkel és a katonai közelharc legfontosabb elemeivel is megismerkedhettek azok a fiatalok, akik részt vesznek a Szentendrei Altiszti Akadémia által szervezett harcos önvédelmi táborban. A napi rend hasonló, mint a, úgymond a katonai élethez megszokott. Reggel 6-kor ébresztő, tisztálkodás, reggeli torna, és utána kezdetét veszi a reggeli után a foglalkozások. Mivel az önvédelmi tábor, ezért minden nap önvédelemmel foglalkoznak, de ezek mellett belekóstoltak paintball lövészetbe, íjászatba, tereptan foglalkozásba, menetgyakorlatba, tehát számosan ismereteket szereznek, amit a katonák úgymond minden nap használnak, de a gyerekeknek ez egy élmény, és kicsit belekóstoltak, hogy mégis ezek a foglalkozások hogyan zajlanak, amit ők is kipróbálhattak. A táborban tiszteletét tette Sihan Furkó Kálmán ezredes, aki egy közelharc foglalkozás keretében adta át tudását a lelkes csapatnak. Valójában ugye most olyanok, akik nem keretéztak, nem judóztak, nem voltak még katonák, ezek mind olyan tárgyak, amelyek is érdeklik a gyerekeket, ugyanúgy, mint az a 18-20 éves sorköteles fiatalt is a zászlajnál a kiképzés alatt. Lesebb állásban leütöm, íszé!
elsősorban először meglepetéssel, meglepetten várják, majd felszabadulnak, és utána pedig szépen a kettőből kialakul egy olyan, hogy élvezettel csinálják. És ellentámadás. Nagyon fontos ellentámadni, mert ha nem lesz semmi baj, akkor még egyszer megfogja. De én jól odaütök a fejére, az arcára, az nem biztos, hogy már még egyszer nyúlni fog érte. Ők is ugyanúgy, mint bármelyik más fiatal érdekli, és azért akit megfogott, azok úgy gondolom, hogy bele is szeretnek, és ne talán a hátra lévő idejükbe elmennek valamelyik harcművészeti klubba karatézni, csutózni, csúszózni. Amit nagyon szerettem, az a hajnali túra, és nagyon szeretem, hogy minden évben meglátogatjuk a Kis Balatonházat is, és szeretem az ilyen kézműves foglalkozásokat is, meg ilyen csapatépítő játékokat és foglalkozásokat is. Szabébiók, vigyázz! Húzd ki magad! Nyújt vár kettő! Úgy, és nyújtsd ki a könyököd! 7, 8, megállsz! Figyelj! 1, 2, 3, 4! Nagyon jó, főleg a programok, meg a közösség is eléggé jó, hogy megtaláltuk a közös hangot. A katolikus tábori püspökség szervezésében idén is változatos programokkal várta a fiatalokat a Zala megyei Reziben megrendezett környezet- és természetvédelmi gyermektábor. A katonák, kormánytisztviselők, közalkalmazottak és önkéntes tartalékos katonák gyermekei részére szervezett tábort immár 15. alkalommal rendezték meg. Én minden tábort sikeresnek tartok a maga nemében, mert mindegyik a maga nemében minden évben sikeres. Egyáltalán sikeressé teszik a gyerekek, mert itt vannak és jönnek évről évre. Ez már jó, és ez már egy siker. Nagyon szeretem, hogy a gyerekek ragaszkodnak hozzánk, ragaszkodnak ahhoz, hogy szervezzük nekik a programokat. A sikert abban látom, hogy nem csak egyszerűen egy táborban vagyunk, és ott nem csinálunk más, csak ott vagyunk, és maximum kimegyünk egy strandra. Belecsempészük a kultúrát, belecsempészük, hogy a játékosságot, a kreativitást, tehát hogy a gyerek fejlődjön. Van ebben természetvédelem, van ebben környezetvédelem, van ebben kalandtúra, van benne éjszakai túra, mint ahogy ma például, ugye ők éjszakai túrán voltak, bár nem látszik rajtuk. A kreatív programok közé tartozott a Magyar Szabjavívó Egyesület dinamikus bemutatója, ahol a fiatalok megismerkedhettek a szabjavívás múltjával, jelenével. Nagy sikert aratott az az önvédelmi bemutató is, amelynek során dr. Simicsko István honvédelmi miniszter a Leung Ting Wing Chun Kung Fu alapjaiba avatta be a résztvevőket. Én szeretek a fiatalokkal foglalkozni, hiszen ennek van értelme átadni azt, amit eddig megtanultunk, és fogékonyak erre, úgy látom, érdekli őket, próbáljuk játékos formában is, de nyilván fegyelmezett keretek között ezt a néhány figurát megtanítani nekik. Én azt hiszem, hogy nekem ahhoz a 25 év, ami benne van a Wing Chun Kung Fu-ban, amióta gyakorlom ezt a stílust, 5. mesterfokozattal rendelkezem, az sokat adott nekem az életben. Önmérsékletet, az ellenfél tiszteletét, sok-sok minden mást, küzdeni tudást is természetesen. Úgyhogy én azt látom, hogy ez csak hasznára válik a fiataloknak. Semmiféle fölösleges agresszivitásra nem tanítjuk őket, sőt, pontosan az agresszív emberek elhárítására tanítjuk meg őket. Ez volt Riasztás műsorunk, 2 hét múlva ismét várjuk Önöket, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.